Na hát, sziasztok srácok, én újra Night Thunder vagyok, és ez itt most kivételesen egy Emergency 2014 végigjátszás lesz, ahol most free playben fogok menni, tehát most nem kampányolni fogunk, és ha marad időm, akkor még jön egy Ace Combat is, amit ugye tudom, hogy szerettek. Na, vágjunk bele! Ja igen, mielőtt kérdeznétek, hogy most miért Emergency-t csinálok és miért nem Ace Combatot, mondtam a Gripenes végigjátszásban is, hogy majd meg fogom mutatni egy olyan játékot, amit még nem ismertek, és ez lenne az. Na most ugye, mivel én az 576 kilobájtban, elnézést lehagytam, tehát az 576 kilobájtban vettem ezt a játékot, ez tartalmazza a mostani részt és az előző két részt, valamint a Emergency 2012-nek a kiegészítőjét. Tehát most választhatok, hogy melyiken menjek, és én azt mondom, hogy menjünk egyből a 2014-esre, mert ott mindent meg tudok mutatni nektek. Start. Na igen, maga az Emergency 2014, meg az azt megelőző részek is mind arról szólnak, hogy így hát segíted a társadalmat, tehát lényegében a védelmezed őket, csak éppen nem katonai, hanem belbiztonsági szempontból, tehát előállítasz bűnözőket, lefegyverzel fegyvereseket, megmented a szívrohamos embereket, eloltod a tüzeket, kátyukat számolsz fel, elektromos tüzeket fékezel, meg azzal, hogy az elektromos vezetéket megjavítod, vagy éppen a nagy hidegben megjavítod a sorompót. De majd így randomra be fogja dobálni, és a megfelelő járművet kell majd kiküldenem. Remélem mutatni is fogok nektek valamit, mert ez a töltőképernyő eléggé, hogy úgy mondjam, hogy csak közben igazítok. A fenébe, bocsánat. Csak a könyv ez egy kicsit rakomatlankodik. A fenébe már megint elesett, jó. Nyugi, ezt nem fogom kivágni, tehát videó az fel fog kerülni YouTube-ra. Úgy, ahogy kell. Csak most egy kicsit igazítanunk kell. Jó. Most csak azért mutogatok a kamerába, hogy lehessen látni. Majd, hogy tudjam, hogy jó fele van beirányozva. Na mindjárt betölt, úgyhogy valószínű, hogy el fogunk kezdeni hát mozogni, ahogy tetszik. Hát én nagyon remélem. Nem tudom, mi tört neki ennyi ideig. Első alkalommal mindig ilyen lassan tölt be. De betöltött, úgyhogy vágjunk bele a megmentésbe. Na, ez a fő központ, innen indul mindenki. Felülnek kapik az utasításokat. És mindjárt... Na. Na, most például egy szívbeteghez kaptunk hívást. Itt a bal alsó sarokban vannak ugye a mentők. Én most küldök egy légi mentőt, mondjuk ide. Na, ja, rossz gombot nyomtam. Na, mint láthatjátok, négy kaszt van. A tűzoltók, a rendőrök, a mentők és a technikusok. Mindegyik más-másban jó. Ez a helikopter, amit most kiküldtem, ez fölöslegessé teszi azt, hogy mondjuk hogy külön-külön kiküldjem az orvosi kocsit és a mentőautót. Mert ez egyszerre szállít egy orvost és egy hordágyas csapatot, és mivel a levegőben közlekedik, ezért sokkal kevesebb akadállyal kell szembenéznie, mint mondjuk egy, mint a földön közlekedő előbb említett két járműnek. Na, amúgy ezt a misszió elejé rész sem kell elkiabálni, mert néha kapunk olyan hívásokat, hogy az ember egyszerűen beleőrül. Tehát egymás után kapunk egy húzamban hármat. Na és ott a szívbeteg. Egyébként ezt a játékot a német... Egy németek csinálták, tehát nem amerikaiak közbenködtek benne. Mindegyiket németek csinálták. Na gyerekek, mert csak azt kéne tudni, hogy hol a hordágyas csapatom. Meg kiteleportálja őket a helikopterből nagyon szépen. Csak az a kérdés, hol a francba vannak?
Ja, hogy csak az egyiket szállítottam ki. Ah, de ügyes vagyok. Na most meg hová lettek? Ja, előlép. Ja, a kis kiváltságosok nem tudnak kiszállni a szökőkút miatt, na mindjárt előrébb repülök nekik. Figyeljétek. Most már elég nagy a hely, úgyhogy ki tudnak szállni. Amúgy ez a játék nekem azért is tetszik nagyon, mert itt ugye stratégiázni kell, tehát nem mindegy, hogy hány egységet küldesz ki, akár mentésre, akár tűzoltásra. Meg nagyon jól meg van animálva, tehát nézzétek meg, ahogy megoperálja, tehát megoperálja, elsősegélyben részesíti. Láthatjátok, hogy ugye a pulzus számát a betegnek, a sérültnek, és ez a kis mentőautó jelzi, hogy mikor, vagy szimbólum jelzi, hogy mikor vihető el mentővel. Amint zöld, tehetjük a hordágyra és vihetjük. Ami most meg is történt. Egyébként kampánymódban, akár helikopterbe, akár földön járó mentőautóval beteszitek a beteget, az automatikusan elviszi a kórházba. Itt viszont külön gombot kell megnyomni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Azaz a HQ gombot. És a helikopter automatikusan felszáll és elviszi egy kórházba. De persze a kampánytól eltérően ezt itt menet közben meg tudjuk változtatni, amikor csak akarjuk. Én például legtöbb tűzoltó egységet is kihagyom. Csak azért, hogy vészhelyzetben ne kelljen annyi kilométert megtenniük. Láthatjátok itt majdnem az összes tűzoltó egységet, ami előfordul a játékban. Vannak nagyon hasznos egységek, és vannak kifejezetten idegesítő egységek. Például ezt, amit a 2013-ban adtak, ennek annyira nem tudom az értelmét, bár lehet, hogy csak én nem tudok vele játszani. Az a lényeg, hogy felküld egy drónt, és a szkenneli neked, hogy melyik házak vannak a legnagyobb veszélyben, tehát hogy színe jelzi, hogy narancssárga, sárga, esetleg vörös, ami már biztos, hogy le fog égni. De egyébként fölösleges, mert egy házból úgy is látod, hogy mennyire súlyos a helyzet, hogy mi nagyon kell oltani, vagy nem kell. Meg megjelenik a hőmérő gomb, némely, majd a hőmérő szimbólum, ami azt jelenti, hogy le kell hűteni a házat, nehogy tüzet kapjon. És ha valamit sikeresen teljesítettünk, akkor ez a zöld kiemelt szöveg jelzi. Ha persze éppen még folyamatban van, akkor sárga, ha elvesztettük, akkor piros vagy vörös. Itt mindent az egérrel meg a nyilakkal kell irányítani, tehát nincsen olyan bonyolult tantor. Hoppá! Na igen, ez lesz az érdekes. Na, jó, már megint rossz gombot nyomtam. Tehát igen, tehát azt csináljuk, hogy kiválasztjuk a járművet, a személyeket, amennyit szállítani akar. Küldünk ide egy helikoptert. Ó, ha úgy látom, egy technikus is kell, küldjük. És azt hiszem két ilyen, hát ilyen autómentőre is szükség van. Azt azért küldöm vissza, mert abban nincs búvár. Hoppá, erdőtűz, küldöm. Mi az, hogy? Maximális szám. És ha tetszik, akkor még ezt is kiküldeném utánunk, de hát nem tudom, látjátok. Meg ez sem. Tehát ezt a tüzet mindenképpen meg kell fékezni, különben... Ott a gebasz, gyerekek, nagyon ott a gebasz. Ja, és még küldök egy mentőt is. Amúgy nem értem, ezek mi a francér állnak meg. Jó, kiküldöm a búvárt. Na igen, a tűzoltók ugye sok mindent tudnak, láthatjátok. Poroltóval tudnak, poroltóval, illetve fecskendővel tudnak oltani. Vannak ilyen feszítő villáik, vagy vasok. Akivel felfeszíthetik az adott tárgyaknak az oldalát, és ezáltal kimenthetőek mondjuk a roncsban rekedt emberek. Láthatjátok. Ugye tudnak még ilyen
ilyen ugrópárnát is létrehozni, vagy éppen láncfűrésszel kivágni a fákat. Ami egy kampány nézben igenis hasznos. És így látjátok, a sebesülteket is el tudják cipelni. Ezért is szeretik olyan sokan a tűzoltókat. És hogy ne húzzuk az időt, vegyük gyorsan a kezelésbe a dolgokat. Na, izé hová tűnt? Látjátok, itt a tűzoltó csapat megkezdte a munkát. És szerintem ezeket nem is küldöm vissza. Hát nézzétek, mert mekkora kör tesz már? Hát hova megy ez a barom? Édes Istenem. Ja, küldök. Csak most vettem észre, hogy van még egy, úgyhogy kiküldök még egyet. A helikopter leszállt, nagyon jó. Letesszük a... Na igen, itt a mérnökös autó, ezt mindjárt elmondom nektek, hogy mire jó. Meg tudja javítani ugye az ilyen sérült vezetékeket. Vezetékeket, ugye, ilyen csöveket, tehát ez a dolga. Most nem tudom, nagyon leblokkolt a forgalom, jó, hát mert leblokkoltam. Mi a szar csinál? Na igen, ezt is elfelejtettem mondani, az AI néha nem úgy működik, ahogy kellene. Mindjárt elküldöm onnan a helikoptert, hogy legyen hely. Nézzem, a mérnökös kocsi sem fér el. A tűzoltókat meg leparkoltatjuk ide készenlétbe. És aztán mindjárt megerősítem a jelenlétüket valami menővel. Nem azt mondom, hogy menővel. Igen, ez a tűzoltó tank kéne. Nekünk is van ilyen. Na mi van, a harmadik mit csinál? Na igen, egy álmok vezető. Úgyhogy szerintem jobb, ha autót küldök utána. Azt mondja, álmok izé vezető is közben lövi az autókat. Ide még a helikopter is kell. De még mennyire, hogy kell? Na, javítsuk meg gyorsan. Most gyerekek, hogyha egy kicsit lassabb vagyok, de hát ez nem ugyanaz a fajta játék, amit ugye elképzeltetek. Tehát ez nem az. Ez egy teljesen más játék. De mivel van itt egy közeli sérült, és szerintem annak már az állapota stabil. Úgyhogy gyorsan vegyük a... Azt is gyorsan lásd el. Basszus! Ezt nem hiszem el, basszus. Jó van, küldök még egy mentőt, mert még egy sérültünk lesz. Éj, hülye baszki, meg visszaküldtem a... Ó, bazd meg! Na jó, gyere ki onnan! Gyere ki onnan, de gyorsan! Hú, basszus, ne haragudjatok, gyerekek! Na, hogy állunk a rendőrössel? Áh, nem lövöd szét a rendőrkocsit, a kurva anyádat! Jó, megvagy. Az ilyen marháktól is kell elmolkodni. Sokkal rosszabb az, amikor mesterlövész puskával járkálnak. Ezt visszaküldöm, ezt meg itt hagyom kint tovább. Várjátok, visszaküldtem? Meg ezt készenlétbe tartom, mert mindig kapjuk az újabbnál újabb hívásokat, hogy ez hibásodott, meg az gyulladt ki.
Úgyhogy nem. Azt oda tedd le, hallod? Ezek hova az anyám ment? Ember, hát hova mész? Hát... Mondom, hogy menjetek a hídra erre, hova mennek? Ezt is szerintem készelétbe tartom, elküldöm, mondjuk hol az HQ. Ide.